A sakkozás képességfejlesztő hatását sokan sokszor vizsgálták már, megállapították, hogy a szellemi sport jó hatással van azokra a képességekre, amelyek a sikeres iskolai teljesítményekhez szükségesek. Hát a sok nagyon sok mindenre megtanítja a gyerekeket, meg hát úgy általában a felnőtteket is, tehát a logikus gondolkodástól kezdve a memóriafejlesztés, a fegyelmezettség, stb., tehát sorolhatnánk még jó pár dolgot, úgyhogy itt mi nyilván nem világbajnokokat szeretnénk nevelni, hanem a gyerekeknek szeretnénk egy kis segítséget adni például a tanuláshoz, hogy azt is könnyebben tudják a sok segítségével elvégezni. 5-6 éves lehettem, mikor láttam otthon, hogy édesapám sakkozik a barátaival, és akkor megtetszett a dolog, és hát addig jártam apukámnak a sarkára, hogy megtanította a lépéseket, és utána ez gyakorlatilag folyamatosan megmaradt, tehát szünet nélkül. Körülbelül ilyen 5-6 éves korban a legjobb elkezdeni, de természetesen később is lehet, tehát 8-10 éves korban is van, aki később kezdik. De hát ugye ez egy kortalan sportág, úgyhogy akár 50 éves korban is el lehet kezdeni, mert akkor is lehet még belőle sok mindent tanulni. Azért ez például már magasabb szinten, ahol már nagymesterek űzik a sakkot, ott szükségük van komoly fizikai felkészültségre is, mert azért egy ilyen 6-7 órás sakkparti az meglehetősen igénybe veszi a fizikai terhelésüket is, úgyhogy hát még itt gyerekszinten inkább csak az agyat. Tamásiban a sakkozás már évtizedek óta elérhető a sport iránt érdeklődők számára. Az idők folyamán számos név alatt futott a sportszakosztály, amely most a Tamási Szabadidő és Sportegyesület égiszei alatt működik a városban. Ez egy része a csapatnak, akiket láttok. Én a 7-5 napján tartok különböző helyeken sakkoktatást. Tabon, Dombováron, Idegszemcsén és itt Tamásiban több csoportban mindenhol, úgyhogy ilyen 5-8 fős csoportokban az a legideálisabb, hogy akkor úgy általában körülbelül mindenkinek, tehát hogy az egyszintűek vannak egy csoportban, és akkor hasonló feladatokat tudok nekik adni, és akkor hasonlóan megy a fejlődésük is. Igazából a fiúk általában többen vannak, később pedig ugye felnőtt korban is a férfiak is. A lányoknál ugye az a probléma, hogy egy idő után, tehát nincsenek kifejezetten női versenyek, és még gyerekkorban, amíg vannak ilyen lányversenyek, addig még elejátszogatnak, de ha nem jutnak el egy bizonyos szintre, általában ilyen 14-15 éves korukig, akkor jellemzően abba hagyják, úgyhogy az kivételes nagyon, hogyha egy lány még felnőtt korában is sakkozó marad. Több százezren űzik a versenyszerűen a világon, és hát nyilván akikről még nem tudunk, akik hobbi szinten űzik, azoknak a száma még nagyobb, úgyhogy én szerintem népszerű. Meglepődök néha, hogy olyan körökben is, ahol olyan körökben járok, ahol ugye nem a sakk miatt találkozok az emberekkel, és kiderül meglepően számomra, hogy sokan foglalkoznak vele hobbi szinten. A foglalkozások menetét mindig a gyerekek tudás szintje alapján építi fel a szakosztály vezetője. A kezdők ugye nyilván a lépéseket kezdik el megtanulni, és az ilyen alap dolgokat a sakktáblával ismerkednek, és később már pár hónap után már feladványokat oldanak meg, amik ugye, amihez már kell egyfajta logika, meg kell hozzá egy kis idő, hogy megértsék azoknak a feladványoknak a lényegét, mert az már egy kicsit összetettebb. És aztán ugye több részből áll a sakkjáték, vannak benne tanulható dolgok, ami például a végjáték technika, hogy például hogy lehet egy vezérrel mattot adni, vagy egy bástyával mattot adni, később ilyeneket tanulnak, meg hát a megnyitás az már elég komoly dolog, így a sakkon belül, tehát azt már inkább később szoktuk a gyerekeknek bizonyos megnyitásokat tanítgatni, mert hát ott már azért vannak bonyolult dolgok, még olyanok is, amik már a komolyabb sakkozóknak is fejtörést okoznak. Kristófot már egész kiskorában magával ragadta a négyzet alakú tábla. Kiskoromban kezdtem el, apukám láttam, hogy játszik a tesómmal, és akkor kértem, hogy tanítsam meg. Ott kezdődött el úgy elsőbe, hogy úgy jártam,
akkor szerettem meg. Vannak nehezebb dolgok, de vannak a könnyebbek is. Ez attól függ, hogy hát mennyire tudnak az emberek. Laci bácsi ad feladványokat, és akkor mondjuk kétlépéses mattot, meg egylépéseseket, ilyeneket, és akkor azokat megcsinálgatjuk. Amikor kezdtem, akkor azt kellett megtanulni, hogy a számokat, meg a betűket a sok táblán. De meg egyre nehezettek a tanulások. Izgalmasak. Taktikázni kell, meg gondolkodni. Valamikor órára játszunk. Az mit jelent, hogy órára játszotok? Az, hogy kapunk 20 percet, vagy kevesebbet, vagy többet, és annyi perc alatt kell megcsinálni, vagy végigvinni a sakkot. A foglalkozáson, melyre mindig lelkesen érkeznek a gyerekek, különböző feladványokat kell megoldaniuk. Először felállítjuk, utána meg szoktam tervezni, hogy mit csinálok, hogy mi van védve, meg kötve, és utána csinálom meg a feladványt. Ezek a kétlépéses mattok nagyon kifognak rajtam, mert még többet kéne gyakorolni rá. Kristóf barátom, aki most itt ül mellettem, az még egyszer óvodába hozott sakkot, és ott elkezdett engem tanítani. A Tamási Szabadidő és Sportegyesület sakkszakosztályának edzései péntekenként 4 órától a sportok házában zajlanak, melyhez évközben is csatlakozhatnak az érdeklődők, akár a felnőttek is, hiszen a valamikori MB2-es sakkcsapat utánpótlás neveléseként indultak el a foglalkozások a városban.